Egyetemünk Budapesten nem hirdet meg duális képzést alapképzési szinten, csak és kizárólag Székesfehérváron. Ez az egyik komoly érv, amellett, hogy a most végzős diákok a Corvinus Egyetem fehérvári képzéseit válasszák. Az érdeklődés pedig a mai nyílt napon résztvevők számát tekintve egyre nő. A korábban meghirdetett szakok mellett a következő tanévben már sportközgazdász mesterképzést és a turizmus vendéglátás szakot is elindítja az egyetem a városban. A leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. Önök reményeink szerint ezt az első lépést ma megteszik a Budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári kampuszán meghirdetett képzéseink irányába. Mint a tájékoztató füzetekből láthatják, a Corvinus Egyetem nagyon fontos küldetésének tekinti, hogy oktatási és kutatási tevékenységét ne csak Budapesten, hanem Székesfehérváron is ugyanolyan minőségben folytassa, mint amilyen minőségben folytatja ezt hosszú évtizedek óta fővárosunkban. Szerénytelenség nélkül mondhatom, és nem a saját véleményemet közvetítem, hanem azokat a rangsorokat, amelyek az elmúlt években rendre azt mutatják, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem a gazdasági és társadalomtudományi képzési területeken piacvezető, a legjobb minőségű képzéseket kínálja az érdeklődők számára, magyar és angol nyelven egyaránt. Ezekből a képzésekből többet az elmúlt években, elmúlt két évben már itt Fehérváron is bekérdettünk, és idén újabb képzéseket kínálunk az önök számára, itt hadd emeljem ki a turizmus és vendéglátás alapképzési szakot, amit először hirdet meg egyetemünk a székesfehérvári kampuszon. Négy alapképzési szakot kínálunk az önök számára, és amit mindenképpen hangsúlyozunk, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem stratégiai céljai között kiemelt helyen szerepel az, hogy a székesfehérvári képzéseket az duális alapképzéseink kiemelt helyszínévé fejlesszük. Egyetemünk Budapesten nem hirdet meg duális képzést alapképzési szinten, csak és kizárólag Székesfehérváron. Tehát ez az egyik olyan sajátossága a székesfehérvári képzéseinknek, amely az elmélet és a gyakorlati tudás kombinációját kínálja önök számára, azok számára, akik duális formában tudják folytatni a tanulmányaikat. Ez a duális képzés, ez természetesen elképzelhetetlen vállalati partnerek nélkül. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk itt Székesfehérváron, a Budapesti Corvinus Egyetem vezetése nevében mondhatom ezt, hogy egy olyan vállalkozói körrel sikerült nagyon hamar az önkormányzat hatható segítsége mellett kialakítani a kapcsolatrendszereinket, amely lehetővé teszi számunkra azt, hogy a vállalati partnerekkel szoros együttműködésben kínáljuk a menedzsment képzéseinket, a turizmus vendéglátás új szakunkat, a pénzügyi és számvitel alapképzési szakot, illetve a gazdasági informatikus alapképzési szakot, igaz az utóbbit nevelező formában. Ez az a lehetőség, amit kínálunk azoknak, akik, mint említettem, most az első lépést teszik meg abban az irányban, hogy a Corvinus Egyetemen folytassák tanulmányaikat. A Corvinus Egyetem piacképes tudást biztosít, piacképes munkavállalókat biztosít, akik elvégzik a képzéseiket, azoknak sem a hazai, sem a nemzetközi munkaerőpiacon nem lesznek gondjai. Magas szintű képzésekkel, idegen nyelv oktatásával, nemzetközi részképzési lehetőségekkel próbáljuk az önök tanulmányait segíteni és támogatni. Szeptembertől 4 alapszak és 3 mesterszak lesz elérhető az egyetem fehérvári kampuszán. A mai nyílt napon mindegyik képzéstől előadásokat hallgathattak az érdeklődők. Fehérváron kívül 11 különböző városból, 30 különböző középiskolából és 7 különböző felsőoktatási intézményből érkeztek diákok és hallgatók a nyílt napra. Őket Mészáros Attila, a polgármester is köszöntötte. Nem csak egy múló gondolat volt a Budapesti Corvinus Egyetem részéről, hogy Székesfehérváron képzést indít, hanem valóban egy közös szándék, egy közös akarat
útján vagyunk, és épp azt beszéltük a rendezvény előtt, hogy fel kell gyorsítanunk az infrastruktúrális fejlesztéseket, mert hogy a mai napon is már megtelt ez a nagy előadó, és jövő évre már valószínűleg az új épület, illetve a mellette épülő kutatófejlesztő és sportcsarnok is szükségeltetik majd reményeink szerint akár a nyílt napra, akár más korvinuszos rendezvényre. Ez is jelzi azt, hogy egyre inkább elterjed és jó hatással van a város fejlődésére a korvinusz jelenléte. Valóban az ország legjobb gazdasági és társadalomtudományi egyeteme jött Székesfehérvárra most már lassan 3 éve, ami óriási megtiszteltetés a város számára, hiszen az azt gondolom, hogy jelzi azt a munkát és folyamatot, amit néhány évvel ezelőtt megkezdtünk. És az egyik működésnek azért is örülünk, hiszen 2 célt szeretnénk ezzel teljesíteni, illetve megoldani. Egyrészt azt a nagyon komoly munkaerő hiányt, amely az ország második legnagyobb ipari és gazdasági centruma kér, és talán fogalmazhatjuk úgy is, hogy követel, hiszen Székesfehérvár ma az ország második Budapest mellett és Győr mellett a legnagyobb centruma, ipari centruma. Több mint 2000 üres álláshely van a különböző ipari parkokban, és ma már nem csak az iparban, hanem a különböző más szolgáltatási területeken is. Ezért is örülünk annak, hogy nem csak szűken vett gazdasági képzések mellett egy új színfolt is indul a következő fél évben, a turizmus vendéglátás rendezvény szegmenssel, ami azt gondolom a fehérváriak tudhatják, hogy nem csak üres szlogen a tele élettel itt Székesfehérváron, hanem nagyon sokat teszünk annak érdekében, hogy az itt élők számára rengeteg rendezvényt szervezünk, és azt gondolom, hogy ez is egy kiváló kapcsolódási pont lesz majd az egyetem és Székesfehérvár között. És azt gondolom, hogy azok, akik szeretnének magas szintű tudást szerezni, magas szintű diplomát kapni, emellett egy nagyon gyakorlatorientált képzésben részt venni, és ehhez még némi havi jövedelmet is szerezni, akkor bátran mondhatom, hogy jó helyen vannak, jó helyen vagytok. Hiszen ahogy a rektor helyettes úr is fogalmazott, a Corvinus duális központja az itt van Székesfehérváron, ami azt gondolom, hogy elismerés az itt működő iparnak és gazdaságnak, de annak a hármas egységnek is, amely a vállalatokat, az egyetemet, illetve a város erőfeszítéseit jelzi. Én szeretném megköszönni valamennyiötöknek, hogy elfogadtátok a meghívást. Bízom benne, hogy nagyon sokatok február 15-ig, amikor a felvi.hu-n meg kell hozni azt a bizonyos döntést, akkor ott lesz a gondolatok között a Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampusza, hiszen szerethetnénk mi rektorhelyettes úrral fejleszteni és újabb szakokat indítani, hogyha nem lennétek ti, akik ezeket a szakokat választjátok és jelentkeztek, és reményünk szerint minél többetekkel tudunk majd szeptember elején a Városi Közös Felsőoktatási Tanítón találkozni. Én ehhez kívánok sok sikert, kitartást a következő néhány hónapra, nagyon sikeres érettségi felvételi, és azt kívánom, hogy azok a kívánságok, amelyek most a fejetekben vannak, itt február, majd május és július környékén találkozzanak. Kívánom, hogy minél többen értsétek meg ennek a duális képzésnek a lehetőségét. Ma is akár a duális partnerekkel, akár már itt tanuló fiatalokkal tudtok beszélgetni arról, hogy milyen előnyei is vannak ennek a duális képzésnek, hiszen mi nagyon hiszünk abban, hogy a fehérvári munkaerő hiány csökkentésének az egyik kiváló módja ez a duális képzés. És azt kérem, hogy gondolkodjatok ezen, beszélgessetek, kérdezzetek, nézzetek körbe a különböző online felületeken, hogy milyen széles körű az a céges vállalati lista, amely együttműködésben van az egyetemmel. Az egyetem duális partnerei is részt vettek a programon. A nyílt napon az elméleti és gyakorlati oktatással kapcsolatos információk mellett a diák életről is informálódhattak a leendő hallgatók. Az induló képzésekről mindenki bőven információt talál a felvi.hu oldalon és az egyetem honlapján. A délelőtti nyílt napot követően projektindítót is tartottak a Corvinuson. Egy nemrég indult 4 éves EU-s pályázatnak köszönhetően valósul itt meg egy program. 306 millió forintból fejleszti a duális képzését a Corvinus Egyetem Fehérváron.
Az egyetem egy uniós pályázaton nyert pénzt a projektre, mert tartalmazza a duális képzések népszerűsítését, a tantárgyak tartalmi és pedagógiai fejlesztését, és a duális képzés minőség biztosításának fejlesztését. A projektnyitó rendezvényen Horváth Zita, az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára a duális képzés fejlesztési irányairól szólt előadásában. Azzal, hogy az egyetemek a duális képzés révén is közelebbi, erőteljesen kapcsolatot tudnak ápolni a gazdasági élet szereplőivel, az nem csak és közvetlenül itt tud eredményt mutatni, hogy jelesül a duális képzésben, hanem azokban a kutatásfejlesztési elképzelésekben, innovációkban, amelyek megjelennek akár a céges világ oldaláról. Már tudjuk, hogy kutatásfejlesztés és innováció az akadémiai kutatóhálózat mellett a legmarkánsabban és a legnagyobb százalékban az egyetemeken valósul meg. És ez a duális képzés ilyen értelemben lehet ennek egy támasza, vagy egy segítője. És az, hogy mennyire sikeres, vagy mondjuk úgy inkább mennyire jó ötlet volt a duális képzés bevezetése, az nem csak azt mutatja, hogy évről évre javul a szám, remélem, hogy 2022-ig, amikor a vállalás történik, elérjük a releváns képzési területeken a 6%-ot, tehát az agrár, gazdaság, tudomány, műszaki, informatikai, és amit kevésbé szoktunk hangsúlyozni, utólag kerülve a jogszabály, vagy a szociális munka területén is van lehetőség duális képzésbe való bekapcsolódásra. Tehát azon túl, hogy ezek a számok szépen javulnak, még kevésbé közismert tények is bizonyítják, hogy ez egy viszonylag jó irány. Ezért is lehet hatékonyabb a duális képzési forma, melynek most a pályázatnak köszönhetően a Corvinus lehet majd úttörője a tananyag fejlesztésével és kidolgozásával. Ezt, hogy a Corvinus Egyetemnek ez a lehetősége nyílik, ezt Fehérvár teremtette meg. Tehát ezek a fejlesztések, az oktatás, a kutatás, képzés és a tudás központok tekintetében ez a Székesfehérvári kampusznak köszönhető, hogy mostanra valóban elnyert Európai Uniós forrásoknak a bevonásával végezhetjük munkánkat, annak a reményében, hogy olyan tananyagokkal és olyan oktatási technikákkal, módszertannal gazdagszunk, amelyek a 21. századi oktatásnak és annak a nagyon új generációnak, amelyet ugye szociológusok, pszichológusok, alfa generációval hívnak, akár is teljesen másként működő és másként gondolkodók, mint mi. A pályázat keretében továbbá fokozni kívánják a hallgatók toborzását és a vállalkozások bevonását, a képzés marketingjét.